Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztató, melynek témája alapvetően a 2014 és 2019 között megépítendő 40 újabb út, vagy még 40 út útépítési beruházása, amelyből az első, az egyes számot a Csücsök utca nyerte el. Ezt majd Szász képviselő úr, a körzet képviselője, akit Szinkotán már nagyon régóta képviselő, el fogja mondani, hogy miért ők az egyesek, meg hogy egyáltalán mi történik. Én annyit tudnék elmondani a beruházásról, hogy idén, tehát 2015-ben 11 utcát fogunk leaszfaltozni, szilárd burkolattal ellátni a 16. kerületben, és ebből összesen 2316 méternyi utat építünk idén 280 millió forint összértékben, ami azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest is egy jó ütem, hisz ugye 5 év alatt kellene 40 utat építeni, egyből az első évben 11-et ebből építve, az úgy lesz ki, hogy megint az lesz, ami volt korábban, hogy egy kicsit túl teljesítjük majd a elvárásokat, de már én azt gondolom, hogy a műszaki ügyosztály és a kerületfejlesztési és üzemeltetési iroda is tudja azt, hogy az elvárásokat azt legalább 100%-ra kell teljesíteni, esetleg egy kicsit jobban, mert a polgármester ilyen szigorú és ilyen elvárásai vannak. Örömmel jelentetem, hogy a minden utat magyar vállalkozó épít. Ezt az utat, ha jól tudom, a Svitelszki és a Közműút építő Kft. Közös konzorciuma építi a mellette levő Szakoly utcával együtt. Aztán vannak még olyan útjaink, amit más, van olyan, ahol kerületi kivitelező is, de mindenképpen magyar vállalkozók építik ezeket az utakat, ami már megint csak megszokható a 16. kerületben. Biztos vagyok abban, hogy ez az út is első osztályú minőségben készül el, azért tartjuk a műszaki ellenőrt, meg tartják az emberek, hogy ez így is legyen. Én, ahogy végig sétáltam az úton, ezt láttam, hogy jól halad az útépítés, és tényleg első osztályú minőség eddig, aztán majd a befejezésnél is reményeim szerint az lesz, ahogy mindig is szokott lenni. Szász képviselő úrnak adnék lehetőséget arra, hogy elmondja a történetét ennek az utcának, mert ennek az utcának története van. Köszönöm szépen, mint minden utcának története van Cinkotán. Ugye adódik a poén, hogy Csücsök utcában vagyunk, és ez az utca a szívem csücske, de abból a szempontból ez igaz, hogy a Csücsök utca, illetve a Szakoly utca egy egységet alkot, és az az érdekessége ezeknek az utcáknak, hogy a legrégebb óta beadott aszfaltút igénylés, ami még nem valósult meg, közel 20 éve beadták az igénylést a lakók, és mindig előjött valami, ami miatt nem lehetett megépíteni, hol a főváros kapta meg a csatornaépítésnek a jogát, hol megvoltak már a tervek, de akkor változott a kiírás, és mindig áldozatul esett ennek az utcának az útépítése. És gyakorlatilag most az idén tavasszal ennek a 20 éves sztorinak érünk a végére azzal, hogy végre pormentes, csatornával ellátott összközműves utcában lakhatnak a lakók, és igazából ez egy jó értelemben a végkezdete, tehát gyakorlatilag az idén, illetve jövőre az összes olyan utca megépül, Cinkotán aszfalt útburkolatot kap, ami összközműves, és a lakók szándéka is az, hogy ott aszfaltút legyen, úgyhogy remélhetőleg mindenki nagy boldogsággal és örömmel veszi majd igénybe az eredményes útépítésnek a gyümölcsét, hogy ezzel a képzavarral éljek, és még mindig nem fejeződik be a beruházás, mert szintén ennek a rendszernek a tagja a Bény utca, de ott még van egy kis víz bevezetési igény, egy hátraléka az önkormányzatnak, amit szintén megcsinálunk a közeljövőben, és onnantól kezdve lehet majd lemenni egészen a Zúgópatak ki kerékpáros pihenőig, tehát kerékpáron is meg lehet közelíteni majd közvetlenül erről a részéről is Cinkotának a kerékpárutat. Köszönöm szépen képviselő úrnak! Hát nagyon bátor, hogy azt mondja, hogy idén meg jövőre minden út megépül, az egy kis türelem. Cinkotán azért van még bőven földút, de 2019-ig bizonyára minden igényt kielégítünk. Van egy kérdés a jelenlevők részéről, valami egyéb, mindent tudnak, akkor jól beszéltünk, köszönjük szépen!